Most őszintén szerinted le tudunk evezni a Dunán egy gumicsónakkal 100 kilométer? Teljesen esélytelen vagyok. És nézd! Egy újabb őrült ötlet, egészen a szlovák határtól kéne lejutni Budapestig, sok érdekes helyet érintve, útközben vadkempingezve, minden külső segítség nélkül. Kinek jut eszébe ilyen marhaság? Hát próbáljuk meg! Kell szereznünk egy hajót először is, kell szereznünk mentőmellényeket, kell szereznünk mindennapi betevőt. Szerinted mennyi időbe fog telni az út? Egy hét, két hét? Á, nem, szerintem úgy 3 nap alatt megvan. 2-3 nap. Az egész sztori ott kezdődött, hogy Bende tegnap a Lidliben látott egy felfújható gumicsónakot leértékelve. És akkor csak így random lefotóztam, ezt így vízbe elküldtem. És onnan jött az ötlet, hogy kéne egy lehetetlen vizitúrát csinálni, szinte nulla pénzből. Pár óra múlva már indultunk is, hogy beszerezzük a hajónkat. 30 ezernél többet nem adunk. Első pár helyen nem találtunk, aztán a praktikerben volt egy akciós darab. Voyager. El is kezdtük összerakni. 20 percet fújjuk rosszul. Rájöttünk, hogy van rajta egy olyan szelep, ami így átengedi a levegőt. Szerintem jó. Konkrétan minden, ami ebben a videóban történik fog, az ilyen ultra red flag, hogy soha ne csinálja senki. Jó, lesz, mehetünk. Itt vagyunk Győrmoson, Komárom, Szatmár megyében, egészen fent, és innen Budapest körülbelül, hát fogalmam sincs, mert nem néztük meg. Figyelj, most már nincs mit tenni, eljöttünk ide, lerakjuk a kocsit, és elindulunk. Rohadt nagy szél van, iszonyú hideg van. Miért vártuk meg ezzel a nyár végét, meg azt, hogy árvíz legyen, kijöntjön a Duna? Nem is otthonról jöttem, csak így megbeszéltük, mondom, jó, ebben nem lesz úgy semmi. Így ott egyik haveromnál vagyok, ma hívva Matyja, hogy jó, hát akkor csináljuk. Mondom, jó, hogy semmi nincsen nálam, egy fürdőgatya, meg egy kivágott pulcsi. Hát elindultunk. Valahol Komárom és Esztergom között, kb. 100 kilométerre lehet innen a főváros. Most kell, hogy így fogsz evezni? De ez így nem jó! Nyilván nem! Tapasztalatok az első pár kilométer után. Próbáltuk ezt az evezős módszert, ezt a két kézzel húzósat, de valahogy nem, valami nem stimmel. Úgyhogy akkor kettészettük, és akkor az ilyen kenus módszer, hogy mindenki egy evezővel, de hát nagyon lassú, ez itt talán jobb, de már kicsit elfáradtunk. Jön szembe két túrakajakos és kérdezik, hogy hát ti hova tartotok, mert ők éppen kikötnek arra a szigetre, mondjuk, hogy hát mi Budapestre. És így még csak nem is nevettek, mert nem gondolják komolyan, tehát hogy így... Szóval itt vagyunk egy ilyen 30 ezeres gumicsónakban. Akkor így itt vannak az ilyen jaktok, amikkel járnak magyar influencerek, meg nekünk megjutott ez a kis gumi. De figyelj, amúgy szerintem még esküszöm nagyobb flash, mint... És érted, bárki be tud ülni egy ilyen jaktba, de ezzel így azért nagyobb kihívás. Lehet kicsit túl nagy kihívás is. A csónakot nagyon nem erre találták ki, és az árvíz se segít a dolgon, 2 méterrel magasabb, veszélyesebb is, sok az úszadékfa rajta. Viszont alapból csak 1-4 km per óra lenne a Duna sodrása, de így akár 6-8-al is tud vinni, szóval ez még az előnyünkre válhat. Kikötöttünk egy szigetre, most már nagyon kéne valami elemózsia. Egy kenyér, egy cipó. Ez banánfa, nem? Ez fixen banánfa, ott vannak rajta! Hát ezt nem hiszem el! Kicsit magyar, de banánfár. Jó, úgy ki lehet bírni azt a pár napot. Anakonda! Nagyon durva kígyók vannak. Ez veszélyes. Na jó, kicsit kezdünk becsavarodni, de találtunk végre egy érdekes megálló helyet, ez a híres szénrakodó. Csak meg kéne nézni közelebbre. Evess, evess! Hallok, evess már! Már 6-szor megállt a szívem. Konkrétan ezen kellett itt átjönnem. Lassan 100 éve áll már itt. A bányákban kitermelt szénport rakották itt uszályokra, viszont 50 éve már üresen van. És így estére be is csorogtunk Esztergomba, itt fogunk aludni. Nagyon fáradtak vagyunk, úgyhogy gyorsan felkötjük az ágyakat, aztán reggel jelentkezünk és folytatjuk. Felkötjük ide szépen a víz fölé, hogy jól beleessünk este. Őszintén amúgy nekem ez lesz az első függőágyazásom, és már nagyon élem. Kicsit elhamarkodott kijelentés volt, amúgy tényleg kényelmes, de szétfagytunk reggelre, kb. 13 fok volt. Mindegy, már haladunk is tovább. Itt vannak tök jó hidek. Ugorjunk már az egyikről. Amúgy ez nem is rossz. Hallod, a K-híd az még... Ez ennyi volt. Meg amúgy most itt jó mély a víz. Ugorj már be. Nem, te. Nem, én benne. Jó, kőpapírolló. Jó. Kőpapírolló.
Kőpapirolla. Amúgy nem olyan magas. Kikötünk ott, egy FaceTime-es videó nem telhetne el ugrás nélkül. És találkozott ilyen helyiekkel, megkérdezi, hogy jó-e víz. Azt mondták a srácok, hogy elég mély. Ott az előbb a hittetején beszéltem két gyerekkel, Azariával. Eltűnt a gyerek. Na? Tök hideg a víz, és ilyen, hát ilyen barna a víz. Látod, hogy milyen? Rúgok egy hátrát. Nem volt szép. Azt nem csináltam volna meg. És te nem nyomsz valamit? Nem ugrasz egyet? Aljért kérdezést. Aljért kéne csinálni, az rég volt. Na gyere bácsi, tarts meg. Annyi vágod? Nagyon jó volt. Nézd, hogy beforgassam nekem. Látszik a bazilika, végre lehet panorámázni innen Esztergomot. Ez nagyon király. Pilismarod környéken vagyunk, egy ilyen holtágban, és nézzétek, mit találtunk. Itt van egy hajótemető, és ilyen jégtörők, meg ilyen furó berendezések vannak, nagyon durva. Megálltunk itt Dömösön kajálni, mert már nem bírtuk tovább. Úgyhogy viszont itt vagyunk a Dunakanyarnál kb. Ugye a naplementét azt így meglőjük onnan, nem? Elég jól fog kinézni. Itt nagyon durva sodrás van. Az eszméletlen beteg. Itt jön be, így nem tudom mondani, mert itt is van egy ilyen kanyarulat. És olyan durva hullámok, meg sodrás van, meg ilyen örvények, úgyhogy ez barak. De egészség. Konkrétan senki nincs a Dunának ezen a részén, tényleg. És most értünk be megint a nagy sodorba. Felfűtünk két napja, és azóta annyit eresztett, hogy megy rendes lejjebb ületet. És tekintve, hogy most vagyunk az útnak kb. A felénél, ez azért kicsit aggasztó, hogy akkor most ez még ki fogja elbírni, vagy... Megérkeztünk Visegrádra, és itt már tényleg kb. Alig evezünk, csak így belazultunk ide. Nézzük a naplementét. Egy palack! Látunk egy palackot. Van benne egy cetli. Úgyhogy azt majd megnézzük. Konkrétan a biciklisekkel egy tempót megyünk. Már evezőt nem is használunk egy jó ideje, csak jövünk, és annyira szépek a fények, és olyan nyugalom van. És megérkeztünk a Szentendrei sziget csúcsához. Ott megpróbálunk keresni valami jó kis táborhelyet. Félsz? Félek. Ami mi vagy, hogy jön, és akkor így kijön valami a vízből, megesz minket, és akkor vége. Az tök ennyi, jó, akkor vége. Akkor ennyi volt, nincs több. Semmit nem látunk, nulla. Itt a vége nagyon para volt, mert jöttünk ki a sziget csúcsán, és nem tudtuk, hogy mikor akadunk fel valamit, ami kiukasztja a csónakot, de aztán sikerült partot találni. Ezt nem be fogok ugrani. És jó éjszaka. Fáztam, őszintén szólva, de jó volt. Hey, szomszéd, kelj már fel! Csörög az ébresztő. Egy kis reggeli séta a mocsárban, aztán átköltöztünk a víz fölé, a lebegő erdőbe. Itt még lazulunk, reggelizünk egyet. Összeraktuk a cuccokat, és indulunk innen a mocsárból tovább a Kisdunán Szentendre fele. Úgyhogy mehet. Ez már nagyon lazi lesz itt tényleg, csak napozunk. Ez a rész full nyugis volt. Nagy hajók nélkül, és elég gyorsan haladtunk. Sikerült kikötnünk Lányfaluban,
hogy most bemegyünk, ajánlunk egyet a partmenti kis büfébe, ami sokkal unalmasabb benne ülni, mint szerintem gondoljátok. Tehát, hogy ott ülsz és így semmit nem csinálsz, csak így de jó, mert süt a nap most legalább. Hát, ja. Nem ki akarom bontani ezt a palackpostát, csak... Tényleg amúgy azt nézzük már meg, hogy mi van benne. Törjük szét, törjük szét. Megvan! Nem gondolnátok, de az van benne, hogy iratkozzatok fel a FaceTeam vlogzra, és nyerhetnek 200 000 forintot, vagy csomó más dolgot, úgyhogy részletek a leírásban. Nagyon lazára vettük magunkat, szerinted elérünk Budapestig? Mi most ezen gondolkoztam. Ha így elkajálgatjuk az időt, akkor nem. Tehát mindenhol meg kell állni. Rohadtul leeresztett a csónakunk. Az elején még itt fújjól fel volt fújva, és most meg így a vízen ülök konkrétan. Nagyon rossz. Már lassan a Megyeri hídnál vagyunk. Szerintem most már kibírjuk, de amúgy ezzel egy fél napot tuti nem mennénk már el. Hajócsere? Hajócsere. Ja. Nem? Nem érdekel most? Nem érdekel egy hajócsere? Nagyon ereszt már a miénk. Szeva. Átszállhatok a tiéd? Mindjárt ki fogjuk adni. Hogy menekül? Itt a végén már kicsit untuk magunkat. Bementünk egy elhagyatott helyre, meg pár mangrove erdőbe. Hát igen! Ez nagyon paravágod. De most végre elértük Budapest határát. Milyen érzés a győzelem? Nagyon fárasztó volt, de megjöttünk. Római partnál most már kikötünk, mert lement a nap. Tök lazának tűnhetett egy videóból, de iszonyat nagy szenvedés. Amúgy azt gondolod, hogy jó, ez így tök izgalmas, meg elevezgetsz. Egyik felén elunod magad, másikban meg így evezzel, hogy ne menjél bele egy izébe, komba, vagy nem tudom. Azért írjátok meg, hogyha tetszett, mert akkor kitalálunk még valami evezőstorit, vagy még valami, még nagyobb baromságot. De ez a hajó, ez most ennyit bírt, mert konkrétan nem tudnánk vele tovább menni, mert folyik bele a víz. Valahogy minden problémánkra találtunk megoldást, kötöztünk, szikszalagoztunk, minden megoldottunk az előtt. Hopp már el! Ú, aki! Hát köszönjük, hogy velünk tartottatok, osszátok meg kedves ismerőseitekkel ezt a videót, és találkozunk a következőben. Sziasztok! Iratkozz fel!